A péntek délutáni csúcsforgalomban a szakadó hóesésben tiltakoztak az UDI ellen demonstrálók az egyes út újvárosi autópálya felhajtójánál. Az akcióra a megye több településéről is érkeztek szimpatizánsok. 31 autóval és több mint 60 emberrel. Eddig csak pozitív véleményeket hallottam, még nem volt olyan, akinek ne tetszett volna a dolog. A megyénkben azért tartjuk ezt a félpályás útlezárást, mert a fideszes képviselők megbuktak a megyében, mert még a tatabányai polgármester Schmidt Csaba, a tatai polgármester Mihő József, a megyei önkormányzat fideszes testülete sem tudta elintézni azt, hogy díjmentesek maradjanak az útjaink. Egy órát veszük igénybe a választópolgároknak a türelmét, úgymond, és utána természetesen elvonulunk, és nem lesz további útlezárás. Ugyan a kormány döntött egy közbelső döntésével, de hát mi abban reménykedünk, hogy azért csak meghallják azokat a szakmai érveket, amiket nagyon sokszor elmondtunk ennek a szakasznak a díjfizetése kapcsán. Hát úgy látszik, hogy a helyi fideszes potentáltjaik nem eléggé jó lobby erővel rendelkeznek, hiszen látszik azért, hogy Vas megyében, Kaposvár környékén azért sikerült eredményeket elérni. Tehát ha szakmai érveket vennének figyelembe, akkor biztos, hogy segítene ez a döntésbe. Egyébként a megyei önkormányzatot is kértük, vagy próbáltuk arra ösztönözni, hogy álljon mellénk. Úgy tűnik, hogy a polgármestereken túl a megyei vezetés már, a megyei közgyűlés vezetése ezt nem vállalta föl. Én azt gondolom, hogy a közlekedők döntő többsége tudja azt, hogy a kormánnyal csak olyan módon lehet beszélni, hogyha ha kényszerítjük és elviselik ezt a kis kellemetlenséget, amit ez az egyórás demonstráció jelent. Mi továbbra is folytatni fogjuk a demonstrálást, és lesznek ugyanilyen útlezárásaink Vértesszőlősen, Tatán, mert úgy gondolja a Magyar Szocialista Párt, hogy a megyei matrica díj mellett azokat az utak, amik eddig díjmentesek voltak, az továbbra is díjmentesek legyenek. A megyei matricák végül is egyfajta megoldást jelentenek, bár az is látszik, hogy nem egyforma az az útdíj, amit fizetni kell a megyei matricákért, de ez körülbelül azért törhet, vagy tartható lenne. Én egyébként azt is el tudnám képzelni, ha már csak forrás, többlet forrást akar szerezni a kormány, hogy legyen rövidebb matrica, 4-5 napos, tehát mit tudom, 800 ezer forintos matricával az egész autópálya egy rövid hétvégére használható lehetne. Ez is egy megoldás.